A térképen látható utcák, utak szélesítésére, felújítására már biztosan pályázik Nyíregyháza. Egy közel másfél milliárdos támogatási igényt nyújt be az úgynevezett TOP programban, fenntartható közlekedésfejlesztés címen. Olyan belterületi utakat, közlekedési csomópontokat szeretnének rendbehozni, amely elmaradt az elmúlt években. A Szegfű utca 4 sávosítása, ami nagyon lényeges és nagyon fontos feladat, a Törzs utcánál különböző körforgalmnak a kialakítása, ami úgy szintén a átmenő forgalmat nagyon, hogy mondjam, segíteni fogja, illetve olyan útszakaszoknak a rendbetétele, ahol járdák rendbetétele is fog ehhez csatlakozni. A testület mai ülésén a 2020-ig tartó uniós fejlesztési irányokról, konkrét beruházási és fejlesztési tervekről döntött. Nyíregyháza egy 24,6 milliárd forintos uniós forráskeretből gazdálkodik, ennyit költhet ebben a ciklusban. Azt gondolom, hogy minden olyan infrastruktúrális fejlesztés, vagy minden olyan beruházás, ami a városban már a korábbi évben elfogadott keretnek megfelelően történik, azzal nincsen semmilyen probléma. Itt az a kérdés, hogy majd azok a részletes tervek, amelyek a pályázati program remélhetőleg befogadása után elkezdenek elkészülni, azok milyen módon fognak majd és hogyan fogják ezt az összeget meghatározni és hogyan fogják majd felhasználni. Nemzeti gyógyhelyi nyilvánítása után több mint 20%-kal növekedett a látogatószám Nyíregyháza Sóstón. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztették az üdülőközpontot. Folytatódhat Nyíregyháza Sóstó komplex turisztikai fejlesztése is. Az előzetes tervek szerint parkolókat alakítanának ki a területen, miközben növelnék zöld felületét, működne egy kerékpárkölcsönző állomás, és a múzeumfalu mögötti sétányt is bővítenék. Kétirányú lehetne azon az úton a forgalom. Az előterjesztés szerint majdnem 1 milliárd forintot költenének Sóstóra. A városon belüli zöld övezetek és felületek megtartásának érdekében szólt napirendek előtt a jobbikos Béres Csaba, aki a Nyírvévétől megkérdezte, miért vágták ki a fákat a Szabolcs utcán. 132 térfigyelő kamera működik a városban, ennek is köszönhető, hogy csökkent a bűncselekmények száma a megyeszékhelyen. A testület elfogadta a városi rendőrkapitányság tavalyi évi beszámolóját. Kovács Ferenc polgármester a közgyűlés elején elmondta, 6 milliárd forintot kapott Nyíregyháza a kormánytól egy intermodiális, a vasúti és a buszpályaudvart összekötő csomópont létesítésére, új buszokra pedig 6-7 milliárdot.